Elkészül a tészta, és már mehet is az olajba. Sülnek a lángosok az egyik mosonmagyaróvári lángosozóban. Bolla Gyula 12 éve készít itt lángost. Elmondása szerint a tavalyi árhoz képest idén nagyjából 200 forinttal kellett emelni a lángos árát. A áremelkedésre mindenféleképpen szükség volt, ugyanis a lángosnak minden összetevője drágult. Tehát nem is tudom megvenni helyi boltokba. A lisztet csak 2 kilót lehet venni, olajat 2 litert lehet venni, én számlára nem is tudok vásárolni, nekem muszáj a metróba mennem. 1000 forint alatt már nincsen étolaj, 1000 és 1500 között. A tejföl, a sajt, gyakorlatilag minden megdrágult. Bolla Gyula hozzátette, az energiaköltségeik a duplájára nőttek, emellett pedig a bérleti díj is emelkedett, és az alkalmazottaiknak is növelnie kellett a munkabérét. Ugyanakkor a folyamatosan dráguló alapanyag árakkal nehéz lépést tartani, ezért nem tudja garantálni, hogy a jelenlegi ár a főszezonra is marad. Nálam most per pillanat 2 fél árral dolgozunk, ami azt jelenti, hogy van egy sima lángosunk, ami sima sós és a fokhagyma, annak a ára most 1050 forint idén, per pillanat, még azt sem ígérem meg, hogy az év végig annyi fog maradni, amin már minden van, tehát fokhagyma, sajt, tejföl, annak pedig per pillanat 1350 forint ára. Egy sajtos tejfölös lángos készül egy másik lángosozóban. A Varga házas pár néhány hónapja nyitott a lángosozóját a városban. Mint mondták, az árazásnál törekedtek a vásárlók szempontját is figyelembe venni, de jelenleg ez egyáltalán nem egyszerű. Egy sima lángosunk 1000 forintba kerül, egy sajtos tejfölös 1500 forintba. Próbáltuk úgy kikalkulálni az árakat, hogy ez ugye mindenkinek megfelelő legyen, bár ugye az alapanyagot egy rész nehéz is beszerezni, és ugye ez nagyba befolyásolja a lángos árunkat, hogy ugye mennyire tudjuk beszerezni az alapanyagot. Hát igazából ami a legdrágább, mondhatni azt, hogy a tejföl, a sajt, az olajnak az árak, ugye, ez a legnehezebb, vagy a legmagasabb ár. A házaspár mogyorókrémes és lekváros lángost is készít, de elmondásuk szerint a legtöbb vásárló többnyire inkább marad a klasszikus sajtos tejfölös lángosnál. Stábunknak elárulták, van, aki drágának tartja a lángos árát, de a vásárlók többsége nem tesz megjegyzést az árakra. Azonban, mint mondták, mindent összevetve minimális haszonkulccsal dolgoznak.